az Esélyegyenlőség napja alkalmából tartotta szombati összejövetelét a mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesületének karcagi csoportja. A megjelent karcagi tagokat, a vendégcsoportok képviselőit és a meghívottakat Németh Imréné csoportvezető meghatottan köszöntötte, hiszen több mint egy évig nem találkozhattak egymással, és még a fogadó órákat sem tarthatták meg a járvány miatt. A mai napon esélyegyenlőség és rokkant napi ünnepséget rendezünk. Ezt minden évben szeptember-október hónapban szoktuk megrendezni. Hát most került rá sor. Vidéki társszervezeteket is meghívtunk, így Kunmadaras, Kenderes, Berekfürdő és Túrkevei csoportokat. A esélyegyenlőség és rokkant napját Nagy Imre csoportvezető helyettesünk fogja méltatni, hiszen ez mindennapi téma. Mindennapi, hogyan tudnánk megkönnyebbíteni a mozgássérült emberek életét tulajdonképpen, vagy bármilyen fogyatékos ember életét. Ez erről szól, és a rokkantak napja pedig arról szól tulajdonképpen, hogy soha semmit nem adunk fel. Emelt fejjel megyünk mindig tovább előre, öregen, fiatalon, ahogy vagyunk. Huba Imre a megyei közgyűlés elnöke, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Szepesi Tibor polgármester is elismeréssel szóltak a csoport munkájáról, arról, hogy nem hagyták magukra a sorstársaikat a járvány alatt sem. Nagyon hosszú idő telt el az előző évben, hiszen nem lehetett rendezvényt tartani, és tudom, hogy nagyon nehéz volt az az időszak önöknek is, hogy nem lehetett olyan egyesületi munkát végezni, nem lehetett találkozni, nem lehetett kirándulásokat szervezni, megbeszéléseket tartani a pandémiás időszak miatt. De azt is tudom, ahogy elnök asszony elmesélte, hogy nem állt meg az élet, hiszen kis csoportos foglalkozásokon, négy szemközti beszélgetéseken, különböző kisebb találkozókon azért megmaradt az az élet, az a pezsgés, az a mozgás, amely mindig is jellemezte ezt az egyesületet. Fontosak a rendezvényeik, hiszen sokuknak ez az egyetlen kapocs a külvilággal. Ez nagyon megviselte az idős embereket, nagyon magányossá váltak a bezártságot követően. Május 13-ával, amikor úgymond megengedte a járványhelyzet, azonnal megnyitottuk az ügyeletet, amit minden csütörtökön megrendezünk. Már egy kirándulást is bemertünk vállalni, augusztusban Gyulán voltunk, és volt egy rendezvényünk, már csoportrendezvény, ami rendesen a havi rendezvényünk, minden pénteken, utolsó pénteken a Rákóczi út 3-ba, a sorstársak házába. Tehát ahogy tudjuk, összefogjuk a csapatot, mert őszintén én attól féltem, ha elmondhatom, hogy ez a járványügyi helyzet, ez szétszórja ezeket a csoportokat, egyesületeket, de nem, mert szinte szaladva, hogy mikor lesz már, mikor csinálunk, tehát igény van rá. A közösséget igénylik az emberek, és ez nagy boldogság is egy részről. Nagy Imre csoportvezető helyettes az esélyegyenlőségről tartott kis összefoglalót, majd kultúrműsor és a végén közös nótázás, tánc zárta a találkozót. Kultúrműsorunk is lesz. Sajnos a Napsugár énekkar nem tudott jelen lenni, megbetegedés véget, de énekelni fog Ferenci Béla és Barta András zenekísérettel. Az egész napot pedig, mint zenész, Farkas Juditka fogja kísérni, aki úgy gondolom nagyon jó hangulatot fog teremteni, és minden kicsit bicebóca embernek ilyenkor kiegyenesedik a lába, és táncra perdül.